Sziasztok! Tisztelettel üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. Ez lesz a Cupdog vlog második része. Egy pár perc alatt meg szeretném nektek mutatni, hogy milyen helyt béreltem ki magamnak a lakást. És fogok egy kicsit beszélni az árakról. És ezt szeretném mondani azt, hogy ebben az árban mi van benne, és ha megéri ennyi pénzt kiadni 3 éjjel és 4 nap. Ahogy látjátok, van itt egy medence, tehát ez a lakás egy privált apartament. Látjátok, körbeviszem a kamerát, milyen gyönyörű. És ebben az árban van egy úszómedence. Gyönyörű. Az én lakásom, amit kibéreltem, az ott van fenn a harmadikon. Sajnos nincsen klíma. Ezért nagyon, de nagyon meleg van. Megmutatom a bejárati kaput. Tehát, ahogy lehet látni, szekurizálva van. Nem akárki tud bejönni. Egy ilyennel, egy ilyen plasztik micsodával lehet kinyitni az ajtót. Ugyanúgy evel nyílik a bejárati ajtó, és evel a plasztik micsodával, nem tudom, hogy mondják neki magyarul, lehet bemenni a strandra is. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű az oliva bogyó. Itt terem az oliva. Ahogy látjátok, így néz ki a medence. Gyönyörű, meleg a víz. Ahogy látjátok, itten az elején 1,70 m körül van. Én vagyok 1,82 m, nekem nyakamig ér. És a másik fele 2,50 m vagy 60 körül van. Most jöttem ki a fitness teremből. Sajnos bennem volt szabad, hogy filmezzek. De azért vagy 30-40 másodpercet filmeztem, és lefilmeztem a gépeket, hogy lássátok, hogy hogy néz ki a tengerparti fitness terem. Ez a beugrás nekem 12 euróba került. Mostan eztet mindenki döntse el, hogy sok vagy kevés. Nekem megérte, mivel hogy hétfő kedden nem edzettem, így a testem kérte a vasakat, vagyis az edzést. Thank you.
Nagyon szép. Csak egy a probléma, hogy nagyon hideg a víz. Nézzétek meg, hogy tele van a tengerpart. A víz kristály tiszta, meg fogom mutatni. Nézzétek meg, kristály tiszta a víz. Csak az a probléma vele, hogy nagyon hideg. Gyönyörű. A gyerekek felmásznak oda a kövekre. Persze, ahogy látjátok, a víz egész a kövekig nem olyan nagyon mély, szerintem 1,50 m, vagy még lehet annyi sincs. El szeretném mondani, hogy én 400 eurót fizettem a szállásért, amiben benne van a medence, tehát 3 éjjel és 4 napra béreltem ki. Nagyon meg vagyok vele elégedve, bocsánat. Az árak elég tűrhetőek, és a tengerpart is nagyon szép. Egy problémám van, hogy a homokot nem takarítsák, és a homokba lehet találni üvegdarabokat, meg mindenfajta kaja maradékot. C'est une soupe de poisson en fait. Je me suis fait avoir. Ça fait quoi? C'est quoi ton petit pain? Ez volt a Cup Dog vlog második része. Kellemes estét mindenkinek. Meg szeretném mutatni még egyszer az éttermet. Tehát ez az az étterem, amiről beszéltem az előző videóban. Itten vacsoráztunk másodjára is. Nagyon jó a kiszolgálás, és nagyon finomak a kaják. Kellemes estét mindenkinek, és jó szórakozást!